Katasztrófa sújtotta, övezetté nyilvánították Ausztráliában Új-Dél-Wales államot. Az évtizedek óta nem látott özönvízszerű esők miatt már családok százai menekültek el az otthonukból, és még mindig esik, így tovább emelkedhet a folyók vízszintje. Az árral együtt sodródott ez a ház az ausztráliai Terriben. Az özönvízszerű esőzések miatt megáradt Manning folyón úszó épületről egy helyi család készített felvételt. Kilépett medréből a Hawkesbury is. A Sydneytől nyugatra eredő folyó környékén ezrek kényszerültek otthonuk elhagyására. Házak százaiban okozott hatalmas károkat az áradás. North Richmondban parkokat és utakat árasztott el a folyó, amíg utcára merészkedő autók tengelyig gázoltak a vízben. Ez a házaspár 5 éve vásárolt itt házat. Még kivárnak, de már összecsomagolták a legszükségesebbeket arra az esetre, ha el kell költözniük. Az autómat már elvittük, a szomszéd is elköltöztette a lovait egy biztonságos helyre. Nem tudjuk, hogy elmenekülünk, vagy itt maradunk. Nagyon aggódunk. Előkészítettük a csomagokat, néhány dolgot, készen állunk, hogy elhagyjuk a házat, mondta az asszony. Ömlik a víz Ausztrália legnagyobb, 2 milliárd köbméteres víztározójából is. A hatalmas mennyiségű csapadék miatt túlcsordult a Varragambagát. A szakemberek attól tartanak, hogy a környéken élők is veszélyben lehetnek, mert a gáton lefolyó nagy mennyiségű víz csak tovább duzzasztja a folyókat és további áradásokat okozhat. Új-Dél-Wales egyik legnagyobb kikötővárosára hatalmas szélvihar kíséretében csapott le az eső. Az ítéletidő több mint 30 házban tett kárt. Fákat tört ketté, és villanypóznákat döntött ki. Emiatt sokan maradtak áram nélkül. Hatalmas pusztítást végzett az áradás Sydneyben is, különösen az alacsonyan fekvő területeken. Az emberek ponyvákkal próbálják védeni házaikat a beázástól. Amerre a szem ellát, minden víz alatt van. A város egyes területeire 50 éve nem tapasztalt mennyiségű eső esett. Az éjszaka közepén emberek százait szólították fel a hatóságok otthonaik elhagyására. Valószínűleg még 4000 embernek kell elhagynia az otthonát Hawkesbury régióban és környékén, valamint Sydney nyugati részein. A következő órákban kiderül, hogy szükség lesz erre. Arra kérünk mindenkit, hogy figyeljék az információkat, és kövessék az utasításokat, ha házuk elhagyására kapnak majd felszólítást, mondta Új-Dél-Wales miniszterelnöke. Ausztrália legnépesebb, 8 milliós államában több ezer riasztást kaptak a katasztrófa elhárítási szolgálatok, és több száz embert mentettek ki az árvízből. A meteorológusok a hét közepéig további erős szél kíséretében érkező esőzéseket jeleznek előre.